be kéne jól rendezni Vácot, odazárni Bonifácot, Szervációst és Pongrácot. Mert az már szörnyű és galád, hogy mit művele szép család, megszégyenít májust, tavaszt, fület és lábat megfagyaszt. Ady Endre. A májusi fagyokkal Hegyfoki Kabos, hazánk első meteorológusa is foglalkozott a 19. század második felében. Akkoriban ez a jelenség sokkal kiszámíthatóbb volt, és a gazdáknak is megvolt a maguk jól bevált praktikája arra, hogy hogyan védjék meg a gyümölcsfákat és a szőlőt. A klímaváltozás miatt mára azonban kiszámíthatatlanabbá váltak a tavaszi fagyok, és ez csupán az egyik probléma, amellyel a termelőknek szembe kell nézniük. A Multiverzum mai adásában a növényvédelemmel kapcsolatos kérdésekre keressük a válaszokat. Növényimmunológia. Utána jártunk, hogy milyen hatással van a túl magas hőmérséklet a gabonafélékre. A poloskák világa. Szakértő készít fel minket a márványos poloskával szemben. Mikrobiológiai védekezés. Baktériumokkal és gombákkal küzdünk a kórokozók ellen. A mai adásban Marx Évi lesz a társam, aki, ameddig én itt a Budai Arborétumban a Növényorvosi Kamara elnökével beszélgetek, felfedezi a drón technológia lehetőségeit a növényvédelemben. Műsorunk kíváncsi és mindig online, úgyhogy keressenek minket az interneten is. Látogassanak el a mediaclick.hu weboldalra, vagy kattintsanak a műsor hivatalos Facebook oldalára. Ötleteiket, javaslataikat a multiverzum@mtva.hu e-mail címre várjuk. Ha már egy a klímaváltozással kapcsolatos növényvédelmi kérdést vetettünk fel, folytassuk egy éppen ideillő kutatással. Az Agrártudományi Kutatóközpont munkatársai azt vizsgálják, hogy a hőstressz hogyan befolyásolja az árpa ellenálló képességét különböző kórokozókkal szemben. Király Lóránt, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa. A budapesti laborban a növények kórélettanát kutatja, vagyis azt, hogy a beteg növényben milyen folyamatok zajlanak le, egyáltalán miért lesz beteg egy növény. Miért tudja megtámadni a kórokozó az egyiket, míg a másik rezisztenciát mutat. Itt ez egy úgynevezett növénynevelő kamra, mi jelen esetben fertőzött növényeket nevelünk benne. Ezek árpa növények és lisztharmattal vannak fertőzve. Most a lisztharmatról azt kell tudni, ez egy olyan gomba, ami ilyen porcokorszerű bevonatot képez az árpa levélen, és így betegíti meg, és nem lehet mesterséges táptalajon fönntartani, tehát az azt jelenti, hogy muszáj élő növényen fönntartani. Ezért ez úgy történik, hogy a növény, ami már eleve fertőzött lisztharmattal, amellé berakunk egészséges növényeket, és idővel az idősre fertőzött növényekről a lisztharmat gombának a szaporító képletei, spórák, átszállnak, átkerülnek ezekre a növényekre. Ezt hívjuk kórokozó fönntartásnak. A fertőzött növényeket pedig felhasználják különböző kísérletekhez. Az egyik legutóbbi kutatásban például azt vizsgálták, hogy a hősok hogyan hat a növények ellenálló képességére. Árpánál, ha 49 fokos hőmérsékletet tesszük, ez egy nagyon brutális kezelés, de csak 20-30 vagy maximum 50 másodpercig, és utána visszakerül normál hőmérsékletre a növény, akkor utána megfertőzzük, mondjuk lisztharmattal, akkor azt tapasztaltuk, hogy a növények sokkal fogékonyabbak lesznek a lisztharmat fertőzésre. Tehát, hogy ezek a fehér porcukorszerű tünetek, ezek bizony intenzívebbek, és a kórokozót is, ha mérjük, tehát meg tudjuk mérni a kórokozó genetikai anyagának a mennyiségét, az is jelentősen nagyobb lesz. Ez azt jelenti, hogy ami eleve fogékony volt, az még fogékonyabb lesz. Ami rezisztens volt, tehát ellenállt a kórokozónak, az is fogékony lesz valamilyen mértékben. Ha nem is annyira, mint a fogékony, de megjelennek rajta a tünetek. Sőt,
A legújabb kutatások szerint az extrém hőhatás következményeként még olyan vírusfertőzésre is hajlamos lehet az árpa, mint a dohány mozaik vírus, ami egyébként ezt a növényt nem is fertőzné meg. A nemesítőknek ezért nehéz a feladata, ugyanis nem csak olyan növényfajtákat kell előállítaniuk, amelyek ellenállók a kórokozókkal szemben, hanem ezt a képességüket meg is tudják tartani a szélsőséges körülmények között is. Orgonaága, barackfa virága, ezt a dalt énekeltük annak idején anyák napján. Azt nem tudom, hogy a barack hogy áll, de hogy az orgona már hetekkel korábban elvirágzott, az egészen biztos. Milyen kihívásokat jelent a növények számára ez a nagyon korán érkezett meleg idő? Ez a növényeket sajnos be tudja csapni, ez a korán érkező tavasz, és az időjárás megtréfálhatja őket, hiszen tavaszi fagyok előfordulnak. Amikor ez virágzás idején történik, például a gyümölcskultúráknál, akkor ez komoly fagykárokat is tud okozni. Milyen kihívások elé állítja önöket még ezen kívül a klímaváltozás? Érkeznek olyan kórokozók, kártevők, amik korábban nem voltak megszokottak Magyarország területén. Egész egyszerűen valahonnan valamilyen úton, vagy természetes úton, vagy pedig behurcolás által bekerülnek az országba, és mivel a megváltozott feltételek alkalmasak arra, hogy túléljenek, itt elkezdik magukat jól érezni, szaporodnak, elterjednek, és problémákat okoznak mondjuk a mezőgazdasági termelőknek. Változik a klíma, változnak a körülmények, lehet, hogy az őshonos fajták közül nem mindegyik fogja túlélni ezt a változást, hogy ezeket az invazív fajokat inkább vissza kell szorítani, vagy inkább mesterségesen is támogatnunk kell annak érdekében, hogy legyen növényzet. Ez egy érdekes kérdés. Vannak olyan invazív növények, amelyeket szándékosan hoztunk be hazánk területére, például az akác sem őshonos Magyarországon, de érkezett hozzánk szándékosan a selyemkóró, amit talán az 50-es években, hogyha emlékeim nem csalnak, hoztunk be Magyarországra, és az volt az elképzelés, hogy valamilyen gyapot helyettesítő kultúraként lehetne ezt termeszteni. Na hát ebből nem lett semmi, viszont kiválóan elterjedt az országban. Egyetlen haszna van most jelen pillanatban a selyemkúró mézet a méhészek készítetik a méheikkel. Ön tehát szakemberként akkor inkább azt az álláspontot képvisel, hogy az invazív fajokat valamilyen módon vissza kell szorítani? Lehetőleg meg kellene akadályozni, hogy bekerüljenek Magyarország területére. Nem véletlenül mondja azt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak a jogosított részlege, hogy ha külföldi nyaralásra megyünk, akkor lehetőleg ne hozzunk be a bőrönben vagy a zsebünkben valamilyen növényfajt, mert könnyen lehet az, hogy ez a növényfaj itt megtelepszik. Egy jó példa például a közelmúltban néhány éve kezdett el terjedni egy kaktuszfaj, ami most már az ország több területén megtalálható. Valószínűleg a cserepes növényt megunó gazda nem akarta kidobni a növényét, és ezért úgy gondolta, hogy jó ötlet, hogyha ezt a növényt kihelyezi. Ugyanúgy, ahogy a növények bekerülnek az országba, kártevők is, állatok, olyanok, amiket eddig mi nem is láttunk, nem is ismertünk. Ez milyen kihívásokat jelent? Amikor felfedezzük őket itt, vagy a kollégák felfedezik Magyarországon, akkor nyilván tanulmányozni kell egy-egy ilyen élőlénynek a biológiáját, össze kell szedni a külföldi tapasztalatokat, ahol már ismerik, ott milyen eszközökkel tudtak ellene védekezni, és ezeket meg kell próbálni a hazai viszonyokra adaptálni. A probléma az, hogy ezeknek a természetes ellenségeit nem hoztuk magukkal, általában nem érkeztek meg ezekkel az invazív fajokkal, tehát nincs, ami megfelelő mértékben kordában tudná ezeket a jövevényeket tartani. Többek között a lelkes paradicsom termesztők bosszúsága a rendkívüli módon elszaporodott ázsiai márványpoloskák kártékony tevékenysége, hogy mit tehetünk ellenük, és melyek a természetes ellenségeik, arról most dr. Kóbor Pétert, a poloskák szakértőjét kérdeztük. Az ázsiai márványos poloskának hazánkban nincsenek olyan kórokozói, parazitái vagy ragadozói, amik hatékonyan tudnák szabályozni az állományait. Ezért is tud gyakorlatilag a környezeti eltartó képesség szabta határokig korlátlanul szaporodni és terjedni. Az ellene való védekezés meglehetősen problémás, részben azért, mert a peszticides védekezést nehezíti,
hogy az adott terményt vagy termesztett növényt akkor támadja meg, úgymond, amikor a termés már érésben van. Valamint meglehetősen toleráns a forgalomban lévő peszticidekre. Az ellene való védekezés gyakorlatilag per pillanat kimerül a mechanikai védekezésben, tehát ez mondjuk, hogy kiskerti körülményeket nézünk, akkor, hogyha tojásait találjuk egy levélen, azt eltávolítjuk, vagy az állatokat, magukat eltávolítjuk a növényekről. Poloskák elleni leghatékonyabb védekezés megoldásán és a fajok ökológiai felmérésén jelenleg több kutatócsoport is dolgozik. Az első lépcsője az, hogy az adott kultúrának a poloska közösségét megismerjük, annak minőségi, mennyiségi viszonyait tisztázzuk, illetve azonosítsuk, hogy jelen van-e és ott problémát okoz-e az ázsiai márványos poloska. Ezeknek az eszköze nagyrészt a terepi vizsgálatok, itt különböző eszközökkel rovarmintákat gyűjtünk, amelyeket aztán laboratóriumban azonosítunk. A határozási folyamat során mindig alaktani karaktereket vizsgálunk, amelyeknek kombinációja egy adott fajra jellemző. Ennek a vizsgálatnak az eszköze a mikroszkóp, hiszen ezek a karakterek sokszor olyan mérettartományba esnek, amelyet szabad szem nem láthat. Ilyen lehet például csápízek egymáshoz viszonyított aránya, a fejtok alakulása, különböző kinövések, pontozottság az ő testén. Az ázsiai márványos poloska hazai poloska közösségekre gyakorolt hosszú távú hatása nehezen meghatározható. A Harlekin katicával kapcsolatban gyakorta elhangzik, hogy a faj dominánssá vált a hazai katica közösségekben, és más levéltetővel táplálkozó őshonos fajokat kiszorít az élőhelyekről. Hasonló megállapítás az ázsiai márványos poloskával kapcsolatban nehezen tehető, hiszen itt egy széles táplálék spektrumú fajról van szó, tehát közel 300 olyan növény van, amelyen táplálkozni képes, és több olyan élőhely ökoszisztéma, ahol megtalálja az ideális életfeltételeket. Éppen ezért, bár számossága alapján bizonyos körülmények között a leggyakoribb faj tud lenni, az, hogy őshonos fajokat kiszorítana élőhelyekről, nem egyértelműen megállapítható. A növényvédelemnek fontos része a hatékony géphasználat. Egy elhanyagolt permetezőgéppel például lényegesen több permetszert szórunk szét egy egységnyi területen. A drón technológia azonban ebben is segítségünkre lehet. Ráadásul a távirányítású kis repülőgépekkel nem csak permetezni lehet. Felszállásra felkészülni! Mielőtt felszállnánk, vegyünk magunkhoz olyan eszközöket, amelyek segíthetik a felfedezést. Gumicsizmát és esőkabátot. Azt már tudhatjuk, hogy miért volt szükség esőkabátra, de hogy miért van szükség drónokra a növényvédelemben, az hamarosan kiderül, a főszereplő már itt van. Mitől más ez a technológia? Ennek alapvetően több aspektusa van. A legfontosabbak között érdemes kiemelni azt, hogy ezeknek a gépeknek a méretükből, illetve a tömegükből adódóan az üzemeltetési költségük az lényegesen alacsonyabb, elvégre nem kell hektáronként 2-3-4-5 liter üzemanyagot elégetni csak azért, hogy a traktor maga végig tudjon haladni ezen a területen. Továbbá nagyon fontos előnye a drónoknak növényvédelemben, hogy nincs gyakorlatilag taposási kárunk. Elvégre a drón képes a tábla fölött egyenletesen repülni, ami miatt nincsen olyan zóna a táblánkban, amit mondjuk letapos a művelőgépnek a kereke. Szintén nagyon fontos előnye az, hogy a különböző nehezen megközelíthető táblákban közvetlenül esőzések után is képesek vagyunk permetezést elvégezni, és a propellereknek a lefelé megmozgatott légtömege kifejezetten alkalmas arra, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk célba juttatni a permetanyagot, és ezáltal egy sokkal hatékonyabb felhasználást tudjunk összehozni. Gyakorlatilag az eddigi világszintű tapasztalatok alapján egy drónnal
jellemzően olyan 30-50%-kal kevesebb növényvédőszerrel képesek vagyunk ugyanazt a hatást elérni. És ez az, amitől egyedülálló Európában? Mert úgy tudom, hogy ez a magyar fejlesztés Európa szerte most már használatban van. Ez sokkal inkább jellemző általánosságban a drónokra, ami miatt mi egyedülállók vagyunk Európában, az gyakorlatilag leginkább az, hogy nincs más Európában, aki ilyen szinten foglalkozik fejlesztéssel és gyártással. Most ugye az időjárási viszonyok nem kedveznek nekünk, és elvileg ugye a permetezésnek is más szabályok szükségesek. Egyébként milyen időjárásban tudják őket használni? Igazából a szabályozás szerint van egy hőmérsékletlimit, ami fölött már párolgás miatt nem szabad permetezni, illetve van egy szél limit, ami természetesen azért fontos, mert a kipermetezett növényvédőszert nagy szél az fel tudja kapni és el tudja sodorni. De pont ebben egyébként nagyon jól működik a drón technológia, mert az a légáram, amit a drónok propellerei lefelé tolnak, az jellemzően erősebb, mint az a szél, amiben egyébként bárkinek eszébe jut egyáltalán permetezni. Tehát akkor az majd kiderül, hogy tudni fogok-e repülni ilyen időben a magasban. Beszéltünk már az invazív növényekről, az invazív kórokozókról és állatokról, most beszéljünk egy kicsit a gombás fertőzésekről is. Nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt jelent meg egy új moníliafaj Magyarországon. Két másik moníliafaj már jelen volt az országban, és ez is egy rokona. Valamiben hasonlít, de valamiben eltér, és itt az eltérések miatt kellett jobban tanulmányozni azt, hogy mire képes és hogyan lehet ellene védekezni. Ahol itt most állunk, ezen a helyszínen történt meg a fajnak a beazonosítása. A növénykortani tanszék egyik munkatársa találta meg egy áruház polcán lévő gyümölcsön a számára szokatlan tünetet, és mivel foglalkozott már korábban a másik két fajjal, ezért látta, hogy valami nem feltétlenül stimmel, ezért meg is vásárolta ezt a fertőzött gyümölcsöt, de nem azért, hogy otthon bármit is csináljon vele, hanem itt a laboratóriumban elkezdte vizsgálni, kitenyészteni, és beazonosította, hogy ez bizony egy számunkra újnak nevezhető gombafaj. Hogyha valakinek egy kis kertje van, akkor mit javasolna, hogy milyen növényeket ültessen bele, hogy évek múltán is gyönyörködhessen benne? Ha díszkertet szeretne, kifejezetten díszkertet szeretne, azért van egy-két faj már Magyarországon, amit nem szívesen javasolnék. Bizonyára minden kedves néző már találkozott azzal a jelenséggel, hogy örökzöldjeink egy része elkezdett pusztulni. Itt elsősorban a pikkely levelű örökzöldekre gondolok, amit úgy nagy általánosságban tujáknak nevezünk, de azért ezek tuják, ciprusok, hamis ciprusok és egyéb más fajok is lehetnek. Nem igazán bírják már a hazai klímát, kifejezetten a nyugati tuja nemesített változatai, amiből régen olyan szép sövényeket neveltek a kerttulajdonosok. Ezek az állományok azt tapasztalható, hogy az utóbbi években összeomlottak. A klíma megváltozásával a kondíciójuk leromlik. Ugye nem kapják meg azt a páratartalmat, azt a hűvös időszakot, amire szükségük lenne, és hiába a nyári öntözés. Sokan úgy gondolják, hogy nyáron még locsolgatjuk a lombot, akkor ez majd biztos lehűti őket. Ezzel még inkább ártunk, mint használunk. Tényleg? Igen, tehát az esetek nagy részében ez már nem javít a helyzeten. Tehát például én ezektől az örökzöldektől megválnék, már nem gondolkodnék egy új kert telepítésekor abban, hogy ilyen örökzöldeket válasszak, vagy nagyon meggondolnám azt, és kikérném szakember tanácsát, hogy mi az a faj és fajta, amit javasolna. És most térjünk vissza Évihez, és lássuk, hogyan sikerült a próbarepülés. Akkor, hogyha el akarnánk indítani, és ténylegesen permetezni szeretnénk, akkor itt indulna a munkafolyamatunk, igaz? Vagy előtte van feltérképezés? Igen, azért érdemes a tényleges kezelés előtt nagyjából felmérni azt, hogy is néz ki a táblánk, amit szeretnénk lepermetezni. Erre több lehetőségünk is van, használhatunk térképet, használhatunk úgynevezett shapefile-okat, amik gyakorlatilag tartalmazzák a földrajzi adatait az adott táblának.
használhatjuk magát egyébként a nagy drónt is, oda repülve a sarokpontokra és így kijelölve a táblának a határait. A hatékonyság az akkor függ a drón nagyságától és a propeller fizikumától? Leegyszerűsítve igen. Hát egy nagyobb drón van, igen. És úgy tudom, hogy ő a büszkeség. Igen, jelenleg ő a büszkeségünk, nyilván azért, mert ő a legújabb, meg a legnagyobb gépünk. Róla azt kell tudni, hogy Európában az első CE tanúsított 30 literes tartállyal szerelt európai gyártású eszközről beszélünk. Ennek a modellnek a teljesítménye ideális körülmények között eléri a 21 hektárt óránként. Nyilván, hogyha figyelembe veszük azokat a gyakorlati szempontokat, amik jellemzően egyébként jelen vannak, hogy több táblára el kell utaznunk egymás után, akadályok vannak a táblán belül, vagy valamilyen... Mi lehet az akadály amúgy? Villanyoszlop, meteorológiai állomás, egy fa, bármi ilyesmi, ami a mező közepén ugye néha előfordul, akkor ez azért így a valós körülmények között is kényelmesen ilyen 15 hektárt óránként képes lepermetezni. Úgyhogy igen, ez egy kifejezetten nagy eredmény most így a hazai dróngyártásban. És nekem a legizgalmasabb az, hogy ha ki szeretném próbálni, akkor ahhoz mit kell csinálnom? Szükség lesz megfelelő képzések elvégzésére. Ezen kívül a képzéseket követően értelemszerűen a megfelelő vizsgáknak a teljesítésére, de utána igazából semmi akadálya a tényleges permetezésnek. A gyakorló repüléseket természetesen már korábban is el lehet kezdeni, csak akkor nyilván egy sokkal több korláttal rendelkező gépet javaslok, nem pedig ezeket a hatalmas munkagépeket. Hát én el is kezdtem, nem vártam sokat. Szeretek a magasban lenni, ha önök is, vagy ha szeretnék kivédeni a kártékony rovarokat, így biztosra mehetnek. Néhány éve szerzett szabadalmat a Szegedi Egyetem kutatóinak új baktérium törzse, a Bacillus moiavensis. Ez a különleges baktérium gyakorlatilag képes megnövelni a zöldségfélék ellenálló képességét a különböző kórokozókkal szemben. Gomba gombának farkasa. Így használják a mondást a növényvédőskörökben olyan hasznos gombákra utalva, amelyek segítségével sikeresen védekezhetünk növénykórokozó gombák ellen. Itt egy olyan gombacsoportról van szó, ami a kutatócsoportunk érdeklődésének a fókuszában van, ami képes más gombákat megtámadni, elpusztítani, kiszorítani, gátolni. Úgy is mondhatnám, hogy irtójó mikróbákról, irtójó gombákról beszélünk a szó szoros értelmében. A növénykórokozó gombák elleni biológiai védekezés céljaira különösen ígéretesek a Trichoderma nemzetség képviselői, amelyek számos növénykondicionáló készítmény alapját képezik. Jó versengési képességekkel rendelkeznek, emellett különböző típusú gombaellenes vegyületeket termelnek, amelyek gátolják vagy elpusztítják a növénykórokozó gombáit. Nagyon fontos mechanizmus az úgynevezett mikoparazitizmus is, amikor a Trichoderma képes felismerni a másik gombának a fonalát, köré tekeredik, ezt követően behatol a másik gomba fonalának a belsejébe, és annak a tartalmát tápanyagként hasznosítja. A közvetett hatásokon kívül a mintegy 400 fajból álló Trichoderma nemzetség képviselői képesek közvetlenül pozitív kapcsolatba lépni a növényekkel. Hatékony baktérium és gomba ellenes védelmet jelentenek a paradicsom, paprika, saláta és káposzta termesztése során. Talajos és talaj nélküli termesztőrendszerekben egyaránt, továbbá hatékonyan veszik fel a harcot az olyan baktériumokkal és gombákkal szemben, amelyek a levelek foltosodását vagy a palánták korai rothadását okozzák. Trichodermákat petri csészéken tenyésztjük, de amennyiben nagy mennyiségű biomasszára van szükség, akkor nagyméretű üveglapokon történik az előállítás. Ezekről aztán oltóanyagot tudunk készíteni, amit például növények kezelésére alkalmazunk. A szegedi kutatócsoport több mikrobiális oltóanyagot kifejlesztett már. A 2011-ben szabadalmaztatott Bacillus moiavensis törzset az Egyesült Államok egyik legnagyobb növényvédőszergyártó cége is hasznosítja.
ez egy baktériumtörzs, ami kiemelkedően nagy mennyiségben termel fengicint, azaz a fonalas gombák elleni hatóanyagot. Egy hasonló, biofelületaktív, tehát levélszinten alkalmazható oltóanyag fejlesztésén dolgoznak az Újvidéki Egyetem kutatóival. Egy másik kutatási program az pedig egy magyar-török együttműködés, ahol a diótermesztésben jelentkező problémákra próbálunk mikrobiológiai megoldásokat keresni, mint például a tuskógombák által okozott gyökérrothadás. A biológiai védekezés iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik nemzetközi szinten is. Ugyanis ezek segítségével ki lehet váltani a kémiai védekezést, csökkentve ezáltal a környezetszennyezést és különböző egészségügyi problémákat. Ez volt már a Multiverzum, de tudják, a határ a csillagoség, és mi hétről hétre kíváncsibbak leszünk. Tartsanak velünk a jövő héten is, hiszen a közlekedésben is zöldre váltunk. Addig is műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon. Multiverzum. A tudomány határtalan.